Rosonczi Kovács Misivel beszélgetek itt a Salföldi Dalföld első napján. Misi, ez a hetedik Salföldi Dalföld. Emlékszel még az első évre, mikor ez így a fejedből kipattant, hogy itt egy fesztiválnak kellene helyet adni Salföldön? Miben más a mostani év? Emlékszem, nem az én fejemből pattant ki, hanem egy olyan itteni vállalkozó fejéből, aki nem szereti, hogy ha elmondjuk, hogy kicsoda, úgyhogy talán egy hetedik évben azért elmondhatom, hogy Greskovics Dávidról van szó. Hát első évben még nevetséges forrásokból és lehetőségekből kellett itt megvalósítani egy programot, hogyha visszagondolok arra, hogy ismerősök, művészbarátok, nagynevű művészmentorok, hogy egyet említsek például Sebestyén Márta, milyen barátilag állta ez hozzá, hogy ő itt legyen és segítse igazából ezt a kezdeményezést, akkor az megható. A legnagyobb érték, ami itt az évek során kialakult, az az a közösség, ami részben a Salföldi Dalföldet szervező falu beliekből áll, Tőke Gyulát és családját említeném első helyen, vagy a már említett Greskovics Dávidot, részben pedig azokból az önkéntesekből, rendszeresen hozzánk visszajáró közreműködőkből, akik az infrastruktúrát biztosítják, hangmérnökök, önkéntesek, és ebből most már egy nagyon családias, baráti közösség kialakult. Te ennek a fesztiválnak művészeti vezetője vagy, és minden évben van egy kiválasztott tematika. Idén mi a Salföldi Dalföld tematikája, és mi alapján válogatod ezeket? Az az igazság, hogy az életem különböző területeim mindig valamilyen nagyon határozott művészi értéket is képviselő, de valamilyen plusz hivatás elemet képviselő vezérfonalat követek. Legyen ez a Hungarian Folk Embassy, ahol népzenészként olyan programokat csinálunk többek között veled, amelyeknek mindig van a művészet mellett valamilyen más központi érték. De szeretek itt olyan programokat, amik viszont úgy tényleg úgy arról szólnak, hogy na akkor engedjük el a jobb agyféltekét, és akkor találjunk egy olyan témát, amiben lehet jó zenét bemutatni, és egyszerűen érdekes. És úgy bevillant, hogy akkor idén legyen a Balkán, hogy így lett a Balkán, ahol nagyon jó zenészeket tudtunk elhívni, Boban Markovics, Poklade, Branka, vagy ugye olyan magyar művészek, akiknek a délszláv elem nagyon fontos a művészetükben, vagy az a központi része, mint mondjuk a Vujicic együttes. Úgyhogy izgatottan várom így az első nap kezdetén, hogy milyen lesz ez az utazás. Hogy látod, hogy mennyire lehet ezt a léptéket, vagy egyáltalán fontos-e ezt megőrizni, hogy ez ennyire baráti és családias legyen? Nekünk nagyon fontos, és erre szándékosan ügyelünk. Igazából tudatosan törekszünk rá, hogy azt a fesztivál infrastruktúrát, ami mondjuk így egy növekedési pályára nem a művészet és nem a lelki szinten állítaná ezt az eseményt, mint nem tudom, a vendéglátó rész, árusokat ide hívni, ezt tudatosan nem fejlesztjük. Arra mindig törekszünk, hogy nagyon értékes, nagyon mély, nagyon komoly nívót képviselő művészeket hívjunk. Fontosabb az, hogy két nád paraván legyen ott a színpad mellett, és ne pedig két nem tudom milyen befektető, aki támogatja a fesztivált, és ezt vissza is kapjuk. Tehát ez a visszajelzés rendszeresen a művészektől, hogy szeretnek itt zenélni, mert érzik, hogy valahogy ez tényleg ilyen családias. De ezzel a falunak is tartozunk. Az egy értékes hétvége, azt abban nem rondíthatunk két lábbal bele. Tehát egyszerűen egy ilyen fesztivál ezt is bírja el, és Tőke Gyula pajtája is erre van kalibrálva. Sokkal fontosabb, hogy legyen 12 olyan ember, aki valóban figyel arra, hogy mit játszik a zongorán Bódás Zsuzsanna, mint nem tudom, 2000 ugráló ember. Én is szeretek ugrálni, tehát ezt nem az ugráló fesztiválok ellen mondom, sőt, Boban Markovicson bízom benne, hogy fognak ugrálni, de nekünk tényleg ez a része fontosabb a közönségnek, és azt gondoljuk, hogy ezzel kiegészítjük, vagy igyekszünk mi is egy puzzle darabka lenni a magyar fesztivál szcénán, és kellenek azok a fesztiválok, amik a pajtakult szellemiségével összhangban egy pajtányi embernek tudnak örömet szerezni.